Fit leszel, ha itt leszel, több száz hegyvidéki gyermek versenyzett játékos ügyességi feladatokban. Jön a Rigó, az elektronikus jegyrendszerrel nem lehet majd blitzelni. Kerekítsd fel, internetes borravalóból szerveztek ételosztást hajléktalanoknak. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Játékos ügyességi feladatokba mérték össze tudásukat a gyerekek a Fit leszel, ha itt leszel versenyen. A programot 8. alkalommal rendezték meg a Hegyvidéki Szabadidősport Kft. Szervezésében. Idén 8 iskola és 12 óvoda vett részt a nem mindennapi rendezvényen szombaton a Momsportban. Óriási lelkesedéssel versenyeztek és szurkoltak a gyerekek a 8. Fit leszel, ha itt leszel sportnapon. A Momsport ezúttal is akadálypályává változott, ahol különböző ügyességi játékokban kellett bizonyítaniuk a kicsiknek. Először az általános iskolások, majd az óvodások mérték össze ügyességüket és gyorsaságukat. A feladatok összeállításában a Hegyvidéki Szabadidősport sportszervezői állítják össze, természetesen egyeztetve a Magyar Atlétikai Szövetséggel is, és van egy ilyen kiadvány, ahol különböző feladatokat tudnak összeállítani, ugye a korcsoportnak megfelelően. Idén az iskolások számára 5 sorverseny van, az óvodások számára pedig 4 sorverseny. Ami idén hozzátettünk az iskolásoknak, az beletettünk egy logikai és kitartásfejlesztő gyakorlatot. Az iskolások versenyét a Jókai Mór általános iskola csapata nyerte meg. Sokat gyakoroltunk, és szerintem mindent megtentünk azért, hogy így első helyezettek lehessünk. 6 napig készülünk, gyerekválogatás az első, mindenkinek adok egy fénymásolatot, mik lesznek a feladatok, kijelöljük az időpontokat, délelőtt is 1-2 óra, hogyha segítenek a kollégák és elengedik őket, délután esetleg 1-2 óra, és készülünk, keressük, hogy miben javulhatunk, ötletelünk, sok volt idén a beteg, de így is szerencsénk volt. Fonti Krisztina alpolgármester hangsúlyozta, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése a gyerekek körében kiemelt fontosságú feladat. A Hegyvidéken nagyon fontos a mozgás, ugye az egészséges, a gyerekek egészségre nevelésének a része a sport, a mozgás. Egészen kiskortól már az óvodában nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek sokat mozogjanak, illetve aztán az iskolások számára a Diák Olimpia keretén belül számos olyan verseny van folyamatosan egész tanév folyamán, ami részt vesznek, és amiket egyébként itt a kerületben a sportközpont, a Hegyvidék sportközpont koordinál. Az óvodásoknak nevelőik is segítettek, ám a legkisebbeknek sem jelentettek újdonságot a különböző ügyességi feladatok. A mozgásprogramban mindenféleképpen az ugrások, bújások, szögdelések, ügyességi játékok természetesen benne vannak. Az, hogy ugye a tornateremnek a hosszúsága és a tere nem engedi meg azt a lehetőséget, hogy ilyen nagy pályát tudjunk építeni, de mindig tudunk változtatni és variálni. Itt azért a megmérettetés abban is áll, hogy ugye az állóképességük mennyire erős, mert itt azért hosszabbak a pályák, és ki kell tartani nekik az erejüknek. Az ovisok között nem hirdettek nyertest, mindenkit egyformán jutalmaztak teljesítményéért. 3 sérültek meg egy hétvégi balesetben a Török-Bálinti úton. A Lidérc közelében 2 személyautó ütközött össze, a sérülteket a tűzoltók szabadították ki az autókból, majd kórházba vitték őket. A baleset miatt egy ideig csak egy sávon haladhatott a forgalom. Már márciusban forgalomba állhat az első hosszú 56 méteres kapvillamos a Bécsi út és a Fehérvári út között. A Nemzeti Közlekedési Hatóság ugyanis nem csak a villamos típusengedélyét, de az első jármű üzembehelyezési engedélyét is kiadta. Ezek a szerelvények a kombinóknál is hosszabbak, ezért a járművezetőket egy speciális szimulátorral készítették fel a váratlan helyzetekre. A világ leghosszabb villamosaiból összesen 12 darabot vásárol a főváros, május közepéig mindegyik forgalomba állhat. A rövidebb, 34 méteres kafokkal már rendszeresen találkozhatnak az utasok a 3-as és a 17-es vonalán, de rövidesen a 19-es és a 41-es vonalon is megjelennek majd.
Várhatóan határidőre, vagyis 2017 év végére kiépül az elektronikus jegyrendszer. Elsőként a kártyakibocsátási rendszert alakítja ki a BKK, valamint a szakemberek az ahhoz szükséges szoftverelemeket tesztelik. A névvel és fényképpel ellátott plasztik kártya sárga lesz, és Rigónak hívják majd. 1 milliárd forintnyi pótdíjat szedett be tavaly a BKK a blitzelőktől. A jegy nélkül utazók nagy bajban lesznek, ha kiépül az elektronikus jegyrendszer, ami egyben a jegy és bérlethamisítás ellen is megoldást jelenthet. A csippel felszerelt műanyagkártyát az utasok saját igényeik szerint tölthetik fel, és kezelhetik a járműveken. Az elektronikus jegyrendszer alapvetően egy kényelmi szolgáltatás, ami az ügyfelek érdekeit szolgálja, és arról szól, hogy korszerű fizetési megoldásokat tud nyújtani a BKK, illetve olyan utastájékoztatást, ami minden szempontból kielégíti a kor igényeit. Emellett nem utolsó szempont, hogy a fővárosi jövedelmezőségi szempontokat is figyelembe tudja venni, vagyis egy korszerű, a bevételeket stabilabban biztosítani képes rendszer jön létre a BKK oldalán. Az elektronikus jegyrendszert a BKK teljes szolgáltatási területén, valamint az agglomerációs hév- és buszjáratokon is bevezetik. A metró és a kiemelt hévállomásokra 800 automata be- és kiléptető kaput telepítenek. A buszokon, trollikon és villamosokon érvényesítő készülékeket helyeznek el. Az ellenőrök hordozható kézi készülékekkel vizsgálják majd a jegyek és bérletek érvényességét. De azt fogják tapasztalni, hogy magát a fizetést sokkal kényelmesebben, sokkal szélesebb körben fogják tudni megoldani. A tájékoztatási felületeket sokkal szélesebb körben fogják elérni, sokkal több információ áll majd rendelkezésre, illetve maga az utazás is bizonyos szempontból egyszerűbb lesz, mert megszűnnek a sorbanállások, akár mondjuk egy mobiltelefonos SMS küldéssel lehet majd jegyet vásárolni, nem kell majd pénztárnál sorban állni. Akinek van olyan igazolványa, akár a webben meg tudja vásárolni a bérletét, anélkül, hogy bármilyen kényelmetlenséget kellene szenvednie. Az úgynevezett Rigó kártyák sárga színűek lesznek, és egyet minden budapesti ingyen kap majd. A papír alapú rendszert több lépcsőben szüntetik meg, először a bérletesek kapnak csipkártyát. Ezek egyenlegét többféleképpen lehet majd feltölteni, többek között a mostani jegyautomatáknál is. Jelenleg a kártyakibocsátási rendszer kialakítása és a szoftver elemek tesztelése zajlik. Rövidesen elindul az a tájékoztató kampány, amelyben az utasokat elkezdjük felkészíteni az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatos összes tudnivalóval, teendővel kapcsolatosan. El fog indulni a webes portálunk, ahol szintén lehet tájékozódni. Én mindenkinek javaslom, hogy kövessék figyelemmel az ott megjelenő híreket, tájékoztatást, mert mindenképpen hasznos lesz. Mert Balázs hozzátette, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 54,5 millió eurós hitellel támogatja a rendszer kiépítését. Az első kapukat várhatóan 2016 második felében helyezik ki a metróállomásokon. A komplett beruházása jelenlegi tervek szerint 2017 végén fejeződik be. Veszélyes gyermekruhákat vont ki a forgalomból a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. A csecsemők és kisgyermekek számára készült ruhák többségénél a húzó zsinórokkal akadtak problémák. Azok ugyanis a kicsik nyaka köré tekeredhetnek és fulladást okozhatnak. Csak nem 800 terméknél merült fel valamilyen kifogás. A veszélyesnek ítélt ruhák forgalmazását a hatóság megtiltotta. Fontos határidő közeleg az adózók számára, csütörtökig be kell nyújtaniuk az egyéni vállalkozóknak és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek az adóbevallásukat. A kötelezettség alól csak azok mentesülnek, akik tavaly egész évben szüneteltették a vállalkozásukat. A február 25-i bevallási és befizetési határidő az EVA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókra és a kata szerint adózókra is vonatkozik. A bevallásokat néhány kivételtől eltekintve elektronikus úton kell eljuttatni a NAV-hoz. Először rendezett ételosztást magánszemélyek adományaiból a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet ősszel egyedülálló kampányt indított. A Kerekítsd fel akció lényege, hogy az online rendelések után fizetendő összeget felkerekítik, és azt a boravalóként is felfogható összeget a webáruházak külön kezelik. A 20-50 forintos felajánlásokból fél év alatt 450 ezer forint gyűlt össze. Ebből a pénzből most 600 hajléktalan számára tudtak ebédet biztosítani.
Kígyózó sor a máltai szeretetszolgálat Batthyány téri központjának udvarán. A szeretetszolgálat csapata rendszeresen szervez hasonló ételosztásokat, most először azonban ehhez egy új internetes akcióval gyűjtöttek pénzt. A Kerekítsd fel elnevezésű kampányt tavaly ősszel hirdették meg. A Kerekítsd fel az online kereskedőknél, akik csatlakoztak a programhoz, egy lehetőség, hogy a vásárlás értékét 100 forintra vagy 1000 forintra a vevő felkerekíthesse, és ezt adományként gyűjtse össze a kereskedő. Hát a mai napon ennek az első programja, ami meg is valósul, hogy ez a 600 ember ebédet kap abból a sok-sok kis apró forintból, ami így összegyűlt, és ami több ezer ember adott így össze. A nehéz helyzetben lévők körülményeit támogató internetes kereskedők a hajléktalanok ellátása mellett más területeket is választhatnak, így például játszóterek felújítását, egészségügyi vagy mentálhigiénés programok, valamint fogyatékkal élők táboroztatását is támogathatják. Az első akcióra, vagyis az utcán élők ellátására a támogató internetes áruház 3 hónap alatt gyűjtötte össze az adományokat, és az anyagi támogatás mellett tényleges közreműködést is felajánlott az akció lebonyolításában. Ebben is látszódik, hogy a kollégái is itt dolgoznak, és akkor részt is vesznek itt még fizikailag is a munkában, és hozzá sok mindent tettek ahhoz, hogy ez a mai nap megvalósulhasson a saját ereikből. Mi azt vártuk és várjuk a kereskedőktől is, hogy ők gyűjtsék össze a vásárlói pénzét, de hittel is bizalommal, hogy tudjanak egy programot javasolni nekik, vagy támogatásukra a figyelmet felhívni, ahhoz kapcsolódjanak egy picit bele, olyat válasszanak, amiben szívesen bekapcsolódnak, és most ennek a példáját látjuk. A Batthyány téri ételosztásban nagyon sok fiatal önkéntes is részt vett, itt többek között a budapesti máltai fiatalok csoportja. Azt vettük észre, hogy különböző olyan területek vannak, ahol a fiatalok szívesen segítenek, és ezeknek az egyike az ételosztás, a hajléktalanoknak a segítségnyújtás. Réka azt mondja, az ételosztás csak az egyik terület, ahol segíteni tudnak a fiatalok. A nehéz helyzetben lévő kortársaik sorsát is a szívükön viselik. Gyerekekkel, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, és például az, tehát hogy különböző olyan területeken próbáljuk megkeresni a gyerekeket, ahol nekik segítségre van szükségük, és gyerekfoglalkozásokat tartunk, korrepetálós programunk is van, tehát hogy különböző ilyen területek. A fiatal önkéntesek segítsége jól jött a máltai szeretetszolgálat ételosztásán is, hiszen a Kerekítsd fel program során összegyűjtött mintegy 450 ezer forintnyi adományból több mint 600 embernek osztotta gulyáslevest, süteményt és forró teát. A program új kampányokkal folytatódik, az internetes vásárlásokkal mozgássérült táborok megszervezését és egészségügyi szűréseket lehet támogatni. Adásunkat honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!